Sziasztok! Crushed Pixel csinált egy jó kis generátort, amivel fejeket lehet a játékba adni, és nézegettem a galériát, és hát találtam egy ilyet. Ez nagyon érdekes. Sziasztok! Képzeljétek el, harmadszor is megcsináltam a Minecraft kijelzőt. Ez volt az első komolyabb Restonus szerkezetem. Akkor még béta volt, és még csak Reston volt, jelismétlő, meg fákja, nagyon nagy és lassú volt a szerkezet. Aztán később újra elővettem, mert viszonylag sok megtekintés volt a videón, és úgy zavart, hogy már egyszerűbb is meg lehet csinálni, ne azt a régi elavultat nézzék, vagy tanuljanak belőle. Úgyhogy megcsináltam úgy, hogy kihasználtam a scoreboard adta lehetőségeket is. Aztán most 1.8-ban újra elővettem, mert megint fejlődött annyit a Minecraft, vagy olyan irányban fejlődött, hogy ezt a dolgot is sokkal egyszerűbben meg lehet csinálni. Meg is mutatom, így az előzőkhöz képest ekkora az egész. Tehát, sőt, ez a pár command block itt, ez képes akárhány betűt kezelni. Meg fogom majd mutatni, hogy hogyan lehet még bővíteni ezt a billentyűzetet. A táblát is meg lehetne úgy csinálni, lehessen bővíteni, de végül is nem szöszöltem vele, szerintem az annyira nem fontos, inkább a billentyűzet bővítése az érdekesebb. Jó, hát kezdjük a bemutatóval. Itt a billentyűzet, az angol billentyűzet plusz számok, két extra karakter. Hát amikor megcsináltam a billentyűzetet, két hely maradt, és akkor választhattam, hogy az írásjelek közül a kérdőjel, pont, kötőjel, stb. Közül most kiválasszak kettőt, de aztán úgy döntöttem, hogy egyiket se fogom kiválasztani, csinálok két sajátot, az kész. Szóval úgy lehet begépelni egy betűt, hogy hát egyszerűen ki kell ütni a blokkot, és ott írja is egy bannerre, egyszerűen bannerekre fogja írni a betűket. Az a kurzor, ugye, hogy halad, szerintem ez így könnyen megérthető, nem kell hozzá sok magyarázat. Van benne space is. Amikor néztem a fejeket, nem volt olyan, ami space-re emlékeztet, úgyhogy végülis ezt a nyilat állítottam be space-re. Így. Úgyhogy lehet több szót is írni. És van benne törlés, az pedig a másik nyíl. Ha sor végére ér, akkor hát akkor ugrik egyet, tehát ezt is érzékeli természetesen. Meg is mutatom, sőt azt is megmutatom, milyen gyors a szerkezet, hogy így ütögettem ki, ezt is bírja. Hát ugye egy fülklok, és igen, ugrott egy sort, ugye egy fülklok mozogott, úgyhogy nehéz azt leelőzni. És tök jó. A törlésnél is, hogyha a sor végére érek, akkor ugrik egyet. Úgy. Megmutatom a két extra karaktert, ugye az egyik az én fejem, az lerak egy oroszlánt. Nem én csináltam, a neten találtam, de nagyon poén. A másik meg egy liter water. Na ezt viszont én csináltam. Szóval melléesek. Akkor megmutatom, hogyan lehet csinálni saját betűket. Kell hozzá, ebben a ládában van egy tárgy, ez a tojás, ami letternek van átnevezve. Aztán kell hozzá egy fej, most csak itt válogatok az egyszerűség kedvéért, mondjuk a csonti fej az rózsaszín bannert fog lerakni. Le kell rakni egyszer, aztán még egyszer, ide alá, ugyanis ha kiütöm, akkor innen másolja föl. És végül a bannert, ezek a blokkok nem kötelezőek, tehát csak a banner meg a fej, ami kell hozzá. Csak ide üveget azért raktam, mert hogy jobban látszódjanak a betűk. És akkor le kell rakni a rózsaszint, és akkor végül az armor stand kell már csak, ezekkel futtatja le a parancsot, ezek másolgatják a bannereket meg a fejeket, ezt a csirkével lehet lerakni. Így, csirketojással. És ennyi, innentől kezdve a csonti fejjel rózsaszint fogok írni. Ennyi. És ugye ezt lehet bővíteni akármeddig. Ilyen irányba is lehet bővíteni, itt fölfelé. Tényleg, csak az a lényeg, hogy tulajdonképpen hát annyi a lényeg, hogy az armor standhez képest hogy legyenek a bannerek meg a fejek. Tehát tényleg akár most itt, ahol állok, ide is lerakhatnám a bannert meg a játékos fejet. meg az almos szendet, a lényeg csak a helyzetük egymáshoz képest számít. Ja, igen, van egy törlésgomb is, ami törli az egész táblát. Itt más színű a slab, azért van, mert hogy, hát, hogy leálljon, ha ideér. Ha ideér a páncélálvány, akkor hiába nyomogatjuk a betűket, nem ír semmit. Pontosabban ír valamit, de azonnal ki is törli. Jó, akkor a működés, jaj, hogyan is legyen. Kezdjük az elvével. Tehát vannak ezek a letter nevű páncélálványok, és hogyha levegőt érzékelnek itt a billentyűzet helyén, tehát kiütöttem egy betűt, na, csak ugye detect van, úgyhogy azért mondtam így. Tehát, hogyha kiütöm, akkor a mellettük lévő bannert, azt ide másolják az aranyblokkra. Van egy másik, tehát itt ez a páncélálvány, ez pedig kurzornak van nevezve, ő meg azt tudja, hogyha ott az aranyblokknál érzékel egy bannert, akkor azt magához másolja, aztán elteleportálódik egyel arrébb. Tehát tényleg bármit rakok ide, segítettem, lerakom ezt a bannert, akkor azt írja oda. Ez a két command blokk igazából csak a csirke miatt kell. Ha van letter nevű csirke, akkor idézem meg egy armor standet, amit letternek hívnak. Utána ölje meg ezt a csirkét. Itt van az a command blokk, hogy a letter nevű páncélálvány, hogyha levegő van 8-al fölötte, azaz ha kiütöttem ott a billentyűzeten azt a blokkot, akkor másolja az aranyblokkra a bannert, utána pedig a fölötte lévő billentyűzetből másolja a legfelsőre, tehát hogy mindjárt rakja is vissza a billentyűt. Jó, akkor itt van az, hogyha a kurzor az bannert talál az aranyblokkon, akkor azt máshogy a maga mellé. Ez először azt kell megnézni, hogy a sor végén van-e, illetve nem. Először azt kell megnézni, hogy az egésznek a végén van-e. Tehát, hogyha azon amit mutattam, azon a fa fél blokkon áll, akkor azonnal törölje ki is a bannert. Utána, hogyha a bannerben áll, akkor teleportálja magát egyel arrébb. Ha a sor végén van, ez a következő, akkor teleportálja magát a sor elejére. Látjátok, ez majdnem ugyanaz, csak más számokkal, vagy más értékekkel. Igazából ennyi az írás. A törlés az egy kicsit más, mert ott hát meg kell nézni, hogy most valahol a sor közepén van, vagy a sor elején. Mert ha a sor elején van, akkor a következő sor végét kell törölnie. Jó, nézzük. Tehát itt van az, hogy ha a backspace, ugye levegőt érzékel ugyanaz, tehát hogyha megnyomtam a gombot, vagy kiütöttem azt a blokkot, akkor a kurzorral lefuttatja azt, hogy kicseréli az előtte lévő blokk bannert levegőre. Tehát ez, hogyha valahol a sor közepén van. Aztán ugye a másik, az eleje az ugyanaz, csak a kurzornak itt azt kell érzékelnie, hogy levegő van-e alatta. Ez azt jelenti, hogy a sor elején van, tehát nincs alatta fél blokk. Akkor a sor elején van, és a következő sor, illetve az előtte lévő sor végét kell kiterülnie, oda rakjon levegőt. Tehát ez volt a törlés, a törlésnek a két esete, és aztán jön a teleportálás. Most vagy egyel visszateleportál, vagy egy egész sort ugrik, ugye, hogyha a sor elején van, és akkor jön az, hogy ugyanúgy, hogyha a backspace levegőt érzékel, az eleje az ugyanaz, akkor a kurzor, hogyha kő fél blokkon előtte, akkor oda teleportálhat, de ha a levegő van előtte, akkor pedig egy sort ugrik. Ezek is nagyon hasonlóak, ugye. És végül a backspace is másolja vissza a blokkot a billentyűzetre, ugyanis hát ugye ezt külön kell kezelni, tehát amit letternek nevezek az ír, ez pedig töröl, visszafelé kell mennie a kurzornak, úgyhogy itt más, kénytelen voltam, muszáj volt neki más nevet adni. Jó, hát a törlés egyébként itt ez a törlésgomb annyi, hogy Az egész táblában a bannereket lecseréli levegőre, aztán visszateleportálja az elejére a kurzort. És ennyi. A pálya természetesen letölthető, ott van a leírásban. Jó szórakozást a kézikönyv óvja.